2021-ben készült el a Hegyke első évjárata. A küvébornak számos kritériumnak kell megfelelnie. A cél, hogy egy friss, üde, lendületes szárazbort kapjanak elsődleges virág és vagy gyümölcsillatokkal. Összetételében a gerincét 50-70%-át olasz rizlingnek, furmintnak, hárslevelűnek vagy királylánykának kell adnia. 10-40%-ban keszthelyen nemesített fajtát kell tartalmaznia, mint a cserszegi fűszeres, a nektár, a pátria, a rozália vagy a korona. Ezen kívül kiegészítésként bármilyen olyan fajta szerepelhet benne, ami a zalai minőségi borok termékleírásában megtalálható. Hát ugye külön-külön megtermeljük ezeket a fajtákat, utána pedig sok kísérletezés és kóstolás alapján állítjuk össze a mintákat, majd a végleges hegykét. A 2023-as hegykét Hévízen bírálták. A szakmai zsűri a korábbi két körből kiszűrt legjobb 18 mintás mezőnyből úgynevezett origó rendszerben döntött. Ez azt jelenti, hogy a bemutatott tételek közül az elvárt paramétereknek leginkább megfelelő minták kiválasztása volt a cél. A zalai borkultúra az egyik legjobb adottság, hogyha a klímaváltozásnak a várható hatásait nézzük. Egy nagyon jó lenyomatát mutatták annak, hogy itt a borok között nem kellett gyakorlatilag azt mondjuk, hogy olyanok legyenek, amelyek akár kilógtak volna negatív értelemben, hanem kifejezetten azt a, ugye a 23-as évjárat borét kóstoltuk főként, a jó, abban az értelemben jó, hogy a savaknak jót tevő klimatikus adottságokat láttuk leképeződve. Izgalmas borok voltak. A Hegyke ötletgazdái kiemelik, ez a nedű nem prémium tétel. Az elképzelés az, hogy egy jól iható, szerethető, széles közönségnek szóló bor készüljön. A másik cél, hogy a zalai borvidék negatív megítélését cáfolják ezáltal. Vallják, Zala érdemes a figyelemre, egyre több pincében egyre magasabb minőségű, díjnyertes, felfedezésre váró tétel készül. Ez egy komoly kihívás, hogy tele van a korunk sztereotípiákkal, és Somogyból merem mondani, kicsit irigykedve, hogy Zalában most előrébb tart ebben a feladatban, tehát magyarán konkrétan, hogy fogalmazzuk meg önmagunkat, hogy kik is vagyunk. És hosszú távon biztos vagyok benne, hogy a magyar bornak ez az egyik kiútja. A bor címkéje is különleges, bár az arculat egységes, de mindig az adott termőterület domborzati lenyomata kerül az üvegekre. A 2023-as hegykét négy pincészet palackozhatja. A növekvő kereslet kielégítése érdekében idén 8000-es palackszámmal terveznek a borászok.